Rajz-földrajz szakos tanárként Görgényi Tamás festőművészhez nagyon közel áll a természet, így jelen kiállításának darabja is a művész tájkép festészetének alkotásai közül kerültek ki. A tárlatra a festőművész az erdők szépségét ábrázoló műveit válogatta össze. Ez egy sokkal nagyobb anyagnak egy része. Tulajdonképpen lehetett volna olyan címet is adni, hogy tájképek, de a kiállított térbe itt 20-25 képnél több nem fér el itt ebbe a térbe. Ezért úgy gondoltam, hogy mindannak, ami a plenerbe készült tájképeknek, annak egy részét ragadom ki. Ez mindegyik az itt lévő képeknek pasztellal készültek. Tehát egyfajta technika, egy téma a tájképfestészeten belül. A festőművész egyik kedvenc technikája a pasztell, melyel olyan gazdag, sokféle és lendületes festmények alkotására van lehetőség, amelyek a képek létrejöttét az első ecsetvonástól az utolsóig nyomon követik. Görgényi Tamás a szívéhez egyik legközelebb álló művének az alkotási folyamatába is beavatott minket. Most legutóbb pont egy olyan kép ragadott meg, ahol a tájba, ez Veránkán volt egyébként, a Dunának egy szigete, a Gemenci erdőgazdasághoz tartozik, egy hatalmas fának egy kiálló ága felől közelítettem, ami a térben is perspektívikusan is nagyon-nagyon különleges fa volt. Erről én egy monokrom rajzot készítettem, egy rőtli, meg talán fekete krétával belerajzogattam. És utóbbi időben ez a régi rajz, ez a kezembe akadt. És gyakorlatilag ezt műteremben dolgoztam fel több változatban. Az idő vén fája például, ami a falon látható, egy 70x100-as pasztell, ez ebből az ihletésből született. Az Erdő című kiállítást a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Békéstáj galériájába tekinthetik meg az érdeklődők.